A Bárdos László Gimnázium 2008-ban szervezett már egy regionális konferenciát. Idén a 13. Tudományos Diákkörök Konferenciájának ad helyet. 1999-ben a Kutatódiákok Országos Szövetsége abból a célból alakult, hogy a középiskolás diákokat segítse, támogassa. Az eddigi tematikus selejtezőkben humán, reál és természettudományi témakörben mérették meg magukat a diákok. A döntő március 22 és 23-a között lesz majd, ahol ezt a három műveltségi területet fogják 16 szekcióra bontani. Azt tudjuk már, hogy 129 diák fogja megmérni képességeit a Bárdosban. Ezt a konferenciát persze megelőzte 3-3 tematikus forduló, tematikus selejtező, 3 határon inneni és 3 Kárpát-medencei.